Vele se merek menni. Mi például hogy kérted meg a feleséget kezét? Nagyon. Vigyom. Hát, igazából egy jó sztoria volt, mert már elhatároztam, hogy meg is rendeltük a barátommal, elmentünk, aki már tapasztalt, már kétszer el is vált, tehát ő már tudta, hogy hol kell egy gyűrűt készíteni, teljesen árnyékban voltam ezzel kapcsolatban, és úgy volt, hogy akkor utaztunk Tájföldre közösen, és mondom, majd Tájföldön megkérem a kezét egy alkalmas, romantikus szituációba. El is vittem, de le is buktam, mert az egyik gyűrűjét elvittem, hogy abból vesszük le a méretet, meg a mintát, és akkor be volt készítve, és itt valahogy nem volt olyan szituáció, és kérdezzétek el, hogy el is felejtettem ezt az egész történetet, úgyhogy ez volt január-február tájékán, és ehhez képest karácsony tájékán kértem meg a kezét abban az évben, tehát így eltett majdnem egy teljes év. Valahogy nem... Mert nálad volt a gyűrű? Hát otthon igen, nálam, csak de kint is velem volt, tehát csak nem volt. Szerinted mit élt át a feleséged az egyébként, amikor tudta, hogy elvett a gyűrűt? Nem biztos, hogy ez kiderült egyébként, csak én egyszer csak láttam, csak hogy nézte, hogy nem ott volt a gyűrű, ahol volt. Ez a lövőcsel volt, tudod, hogy a futballista. De és akkor klasszikus letérteltél, féltédre ereszkedtél. Hát valami ilyesmi, igen, és akkor, de csak kettesben voltunk, tehát ez, mondjuk, ha már hagyományról beszélünk, akkor utólag volt az, hogy akkor a aposomat felhívtuk, és akkor hogy elkérjük úgymond a lány, de akkor mindenkit áthívtunk, akkor a tesó még ugye közel laknak hozzám, mert elújságultuk, hogy mi történt, akkor mondod, azért karácsony, tehát 24 vagy 25-e volt, és akkor egyből lejöttek, de úgy, hogy akkor joggingba, de nyakkendőbe, tehát azért a marhasság az itt is megvolt, és akkor aztán egy ilyen véget nem érő italozás sorozatba kezdtünk így négyesbe. Így már könnyebb volt.